Sziasztok, itt Templier, és folytatjuk a Szövetség hetek rendezvény sorozatunkat. A mai témánk pedig a krízis, ami kinyírja a szövetségeket. Fontos, hogy ez nem egy konkrét krízis, hanem tulajdonképpen a kríziseknek egy típusa jöhet belülről vagy kívülről, ami mivel nagyon sok szövetséget alapítottam, kezdtem, még többet felfuttattam. Látom most már így az évek távlatából, hogy vannak bizonyos ilyen minták, amik tulajdonképpen ugyanahoz a következményhez vezetnek, ami pedig nem más, mint egy kérdés, hogy akkor szövetség egyik fele megkérdezi a másikat, hogy együtt vagy külön. Tulajdonképpen erről a pontról lesz ma szó. Vegyük végig, hogy tud ez kialakulni. Az első dolog, ami talán a legegyértelműbb és a leggyakoribb, hogy jön egy valamilyen külső atrocitás, egy háborús helyzet, tehát mondjuk háború, vagy valakinek a hülyesége miatt, vélt vagy valós etikett sértése miatt szarráverik az egész szövetséget, az tud például egy ilyen töréspont lenni, de tud olyan is lenni, amit már az előző videóban is említettem, hogy egy a mi szempontunkból, vagy a hősünk szempontjából elmebeteg, csak simán elkezdi támadni, szekálni a szövetséget, és akkor van, aki ezt megunja, mert úgy érzi, hogy csak azért, mert ez a név szerepel itt a szövetségének a rubrikájában, azért érik őt támadások. Érkezhet ez a történet belülről is, tehát lehet mondjuk egy olyan probléma, és ezt tudom, mert többször is belefutottam, hogy a csapat egyik fele fejlődni akar, és további tagokat bevonzani a szövetségbe, illetve a meglévő tagoktól is egyre többet és többet elvárni, míg a csapat másik fele pedig megelégszik egy sokkal lassabb ütemű, csilles, barátságos beszélgetős játékkal. Nyilván ilyenkor a vezető az egyik oldalra áll, és a másik csapatnak is van egy ilyen vezető, ilyen ideológia alkotó személyisége, aki végül vagy meg tud egyezni a vezetővel és a többiekkel, vagy pedig külön válik és egy másik szövetséget hoz létre, vagy csak egyszerűen kilép egy pár taggal karöltve és átlép egy másik szövetségbe, csatlakozik valaki, ez befúziózik, vagy konkrétan fel is oszlik a szövetségület is láttam már egy ilyen krízis folyamán, és ennek leginkább igazából olyan okai tudnak lenni, hogy vagy a tapasztalatlanság, tehát valaki egy olyan problémával találta szembe magát így játékon belül, amit még nem tanult megkezelni, vagy sokszor ez amúgy félrekommunikálás, tehát valaki nem szólt, hogy menj egy erődér, vagy nem tudom, és akkor amiatt van balhé, de tényleg a legkülönbözőbb dolgokat ilyenkor el lehet képzelni. Ez, mondom, nekem több szövetségemben is ott volt, hogy vezetőként elkezdtem, tudjátok, emelni a korlátokat, és nem 15, hanem 30-as szint, és akkor már mit tudom én, heti fosztás, a heti fosztás az a legsarkalatosabb dolog ebből, mert ugye ezt mindenkinek hetente kötelező, de mondjuk hatalomponthoz kötni a dolgot, az mondjuk kicsit változó érték, szóval az nem feltétlenül érdemes. Beszéljünk akkor erről, hogy mondjuk heti fosztást elkezd a vezető megkövetelni a tagoktól, azt van, aki úgy fogadja, hogy hát végül is eddig is megvolt. Heti 5 millió, érted, kétszer körbe megyek rablóval, megvan, most napi 15, vagy heti 15 percet ezt meg tudok engedni. A probléma ott van, hogyha valaki mondjuk úgy érzi, hogy ez neki nem megfelelő, és akkor először felemeli a hangját, utána csatlakoznak hozzá többen, és akkor lehet az, és ez mondom már saját szövetségemben is, de voltam úgy, hogy más volt a vezető, de hogy több szövetségben már ezt láttam megtörténni, hogy egyszerűen szövetségszakadás lett abból, hogy nem tudtak megegyezni azon, hogy most legyen heti fosztás, vagy új ilyen mindenkinek kötelező elvárások, és akkor tényleg kidobáljuk azt, aki egy vagy két héten belül nem teljesíti. Ezen nagyon, nagyon nehéz igazából megegyezni, és nagyon, nagyon könnyű félremenni. És hát jellemzően az a szövetség, ami az első ilyen problémát meg tudja oldani, az legalábbis a hasonló természetűeket megtudja. Nyilván van itt egy olyan közösségmechanikai dolog, nem tudom, egyáltalán tudományos kifejezése, mindegy, mostantól az lesz, hogy ha van valahol egy konfliktus, mondjuk két ember között kialakul egy konfliktus, és az a két ember nem változik, akkor nyilván sanszos, hogy ez a konfliktus ez másodszor is, harmadszor is ki fog alakulni. Ilyenkor is nyilván érdemes észrevenni, hogy a múltkor miből kezdődött, most miből kezdődött, és most kitörekszik arra, hogy megoldja, és ki az, aki inkább csak morgolódik a másik háta mögött. Lehet azzal érvelni itt, hogy ha egyszerűen problémás emberek vannak, akkor problémás emberek vannak, és amíg ez nem változik, addig nem fog változni az a helyzet sem, hogy belső problémák vannak, de mondjuk, ha egy kicsit egyszerűbb a dolog, hogy külsős a probléma,
akkor ha már egy háborút túléltek egymás mellett a szövetséges társak, akkor tudják, hogy ők erre képesek. Nyilván az a pártag, aki ilyenkor nagyon nem bírja, meg nagyon szomorú, hogy kigyújtották a gyönyörű szép váracskáját, akkor az kilép, és akkor ezek az emberek így leszűrődnek, akkor tulajdonképpen megszűnik a problémának a forrása, vagy megtanulják a játékosok úgy a külső problémát kezelni. Erről eszembe jutottam úgy, hogy lehet olyan verzió is, hogy egy külső behatás indukál egy belső hasadást is, tehát mondjuk nem tudnak megegyezni a szövetség tagjai abban, hogy reagáljanak le egy háborús fenyegetést. Tehát megtámadják őket, és van, aki két vállal bele akar állni a háborúba, és csak azért is megbüntetni a másikat. Van, aki meg érzi, hogy hát ott lát ott a másik oldalon 8 olyan várat, amiben 140 ezer védő van, és egy hétig ütjük minden erőnkkel, akkor se fog nekik megkottyanni. Az is lehet, hogy történik egy ilyen támadás, és akkor például nekem még nagyon-nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, mikor a Grund megbosszult rajtam és teljes szövetségemen egy erőd támadást, akkor most támadás volt, nem erőd lopás, értetek, itt támadásért, szarrávertek egy szövetséget, és én és néhány tagja még a szövetségünk úgy gondolta, hogy megpróbáljuk diplomáciai úton kezelni, persze ez látszott, hogy egy idő után már látszott, hogy nem fog működni, mert kinullázták teljesen a szövetséget, tehát többször küldtek 50%-os békeajánlatot, elfogadtuk, utána megint háborút küldtek, megint 50%-ot kértek, és lenullázták gyakorlatilag a szövetségi kasszát, de volt egy másik fele a csapatnak, aki meggondolta, hogy ha kilépünk ebből a szövetségből, akkor megszűnik a probléma. Sajnos amúgy ők is rosszul gondolták, tehát nem jött be a számításuk, mert ugyanúgy háborút üzentek annak a szövetségnek is. Utána átürítettük már abba a szövetségbe a szövetségi kasszát, hogy megmaradjon, de szóval voltak ilyen mindenféle érdekes dílek. Mindenesetre az egy két fronton elveszített háború lett végül. Egyik azért se volt megoldás, diplomácia se, meg a szétszakadás se. Cserébe ugye a szövetség egy része kivált, és ők utána inaktívak lettek, és végül meg is szűntek el, is párologtak, rommá váltak, lekerültek a térképről teljesen, tehát ott is beszakadt a szövetségnek az egyik fele. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy a másik fele megment tovább, és a másik fele meg megtanult problémát kezelni, élén velem, ugye, és mondjuk később, amikor Ossiumba, Asgardba, Sövaliébe már annyira nem én hoztam a döntéseket, de későbbi helyzetekben, meg én legalábbis már tudtam kezelni a szövetségeimmel az ilyen problémákat. Lásd csodát, a jelenlegi Ossium szövetség, bár most éppen nem a fénykorát éli, mert kicsit parkolópályára tettük magunkat, hogy finoman fogalmazzak. Tulajdonképpen az megfigyelhető, hogy mely évek óta fönnáll ez a szövetség, és túlélt már igazából kisebb kiválásokat, de még mindig vannak aktív tagjai, van egy aktív mag, és belőlük bármikor tulajdonképpen egy tehetséges toborzó tud. Legalábbis nagyobb, de nyilván ilyenkor azt szeretnénk, hogy hatékonyabb és jobb csapatot kovácsolni. Arról, hogy miként lehet vagy érdemes toborozni, milyen módszerek vannak erre, még azok a módszerek, amik ránézel és azt mondod, hogy no way, ez biztos nem működik, valamit ennek ellenére muszáj használni, mert csak az, ami működik, ezt a következő videóban fogjuk megnézni. Azt hiszem, ezt a krízis témát kielemeztük eléggé, de hát vannak történeteim azért, amik elő fognak még kerülni ennek a témának a kapcsán, és titeket is kérlek, hogy a kommentekbe írjátok le, ha van ilyen. Most pedig köszönöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor azt egy lájkkal jelezzétek nekem, kérlek, és ha nem szeretnétek lemaradni a következőről, akkor iratkozzatok fel. Jó játékot kívánok mindenkinek, sziasztok!